A szezon végéhez közeledve a mezőny nagy része már a megérdemelt pihenőjét tölti, azonban Faldumra még világkupa versenyek sorozata várt. A szeptemberi kínai siker után az elmúlt hetekben világjáró körútra indult a bajai sportoló. Először Dél-Koreában állt rajthoz, ahol egy egész jó úszás után jó pozícióban indult kerékpározni. Az élbolyban érkezett vissza a depóba, ahol sajnos egy szerencsétlen esés miatt lemaradt a mezőnytől, így ezúttal a 32. helyen ért célba. A következő megmérettetése egy nem mindennapi verseny volt. Edzés és felkészülés céljából a Magyar Honvédség csapatában a katonai világjátékokon vett részt, ahol a top 10-ben tudott végezni. Egy hosszabb utazás után következett a perui világkupa, ahol az időeltolódás és a több hetes versenyterhelés ellenére értékes kvalifikációs pontokat tudott szerezni. A verseny az küzdős volt, 17. lettem végül, ami jó, igen, jó. A úszáson ott nem jöttem olyan jól ki a vízből, de egy kör után négy körös kerékpár alatt az első körben ott már fölértem az első sorra, és futáson ott megint egy népes mezőny volt. A limai verseny után az utolsó állomás következett, melynek helyszíne a Dominikai Köztársaság volt. Ide sajnos betegen érkezett Gábor, így nem volt lehetősége a maximumot kiadni magából. Bár a verseny előtt jobban érezte magát, mégsem tudott az elvárásnak megfelelő teljesítményt nyújtani. Edzője ennek ellenére bizakodva tekint a jövőbe. Nincs elveszve a kvalifikáció, nem olyan jó a helyzet, mint amennyire el volt előre tervezve, vagy amennyire lehetne, és amennyire a formája is volt. Ugye ez az év, itt volt minden betegségtől kezdve, bringán bukásig, defekt a legrosszabb pillanatban, tehát tényleg egy nagyon szerencsétlen év volt, emellett voltak nagyon, nagyon pozitív dolgok a kínai verseny, vagy ahogy az úszások a kijönnek. Gábor egy kisebb lélegzetvétel után ismét edzőtáborba indul, ahol lehetősége lesz edzője segítségével a kisebb-nagyobb hibák kijavítására. A következő év első felében újra számtalan versenyen szurkolhatunk majd a bajai kiválóságnak, ahol a tét továbbra is az ötkarikás játékokon való részvétel.